Szevasztok! Ennek az epizódnak a témája az lesz, hogy mennyit keres Tokai Peti? A válasz az, hogy projektfüggő. Szevasztok, csá, köszi! No, akkor komolyra fordítva a szót, akik nem követik ezt a csatornát, azok lehet nem tudják, hogy ki az a Tokai Peti és mivel foglalkozik. Tokai Peti én vagyok. Van egy gyártócégem, azon belül igazából rendezőként tevékenykedek, forgatókönyvíróként elsősorban, másodszorban pedig utómunka bizonyos fázisaiban veszek részt. Ezen kívül, mivel saját gyártó cégem van, ezért nagy valószínűséggel, nagy képűség nélkül mondhatnám azt, hogy producerkedek, hisz igazából felvállalok, elvállalok teljes projekteket, amiket ugye utána bizonyos munkafeladatokat szétosztok. Más munkarészét pedig én végzem el. Ez a mennyit keresek szituáció, ez most azért mondjuk úgy, hogy aktuális, mert egyre több helyről hallok olyan fajta információkat, hogy Tokai Peti biztos ennyiért, Tokai Peti biztos afelett dolgozik. Nagy valószínűséggel sokatoknak annyira nem biztos, hogy fontos lenne ez az információ, hogy most én mennyit keresek, meg hogy ezt egy kicsit rendbe pakoljam, viszont nem konkrétan az én díjazásomról szeretnék beszélni, hanem ámblok, hogy szerintem hogy miként alakult ki ebben a szakmában ez a díjazás. Tehát, hogyha valakit az érdekel és azért nézi ezt az epizódot, hogy én egy darab számot fogok mondani, akkor annak már most mondom, hogy ez nem így lesz, tehát nem is fontos néznie az epizódot tovább. De ha érdekli, hogy miért nem mondok, miért nem tudok mondani számot, egy konkrétumot, akkor az viszont nyugodtan nézze. Tehát kezdjük azzal, tény, nem ugyanannyiért dolgozom most 2019-ben, mint mondjuk 2009-ben dolgoztam. És nagy valószínűséggel ezen nem csak én vagyok így, hanem a szakmán belül szerintem mindenki, de a szakmán kívül is. Azon kívül, hogy itt ugye vannak költségnövelések, hisz 10 év táblatáról beszélünk, de beszéltünk 15-ről, akár 5-ről is. Ezen kívül ugye az ember, ahogy folyamatosan gyárt, folyamatosan dolgozik, ezáltal nő a referencia mennyisége, mivel több tapasztalatot szerez, nő a referencia minősége, drágább tejkenyér, sör miatt emelni fogsz az áradon, illetve nagyon fontos, hogyha stábban dolgozol, már pedig én stábban dolgozom, akkor az idő múlásával a stábtagjaid is teljesen érthető módon növelni fogják a saját költségeiket, a saját bérezésüket, a saját díjazásukat. Mert egy operatőr, egy vágó, egy sminkes sem ugyanannyit fog keresni 2019-ben, mint amit mondjuk 2005-ben keresett. Ezáltal, mivel ezek az emberek, a te munkatársai, akik a stábot tagjait teszik ki, növelik a költségüket, ezért te is kénytelen vagy vállalási árat növelni. Na most ugye ezt kettőfelé szedtetnénk, hogy mondjuk Tokai Peti, az én magam, ugye van egy bizonyos munkáért végzett mondjuk rendezői díjazáson, meg hogyha utómunkát is végzek, azért is van, illetve ugye ott van a másik oldalról az, hogy egy teljes gyártócéget képviselek, egy gyártócéget öledek fel, ami azt jelenti, hogy az én munkám és az én munkadíjamon kívül ugye itt vannak a járulékos költségek mellett olyan alvállalkozóknak is a díjazása, akik a stáb tagjait kiteszik. Ezeket mind összegyúrod, mind összeadod, ebből keletkezik meg ugye teljes produkciós költségvetés. És ez a teljes produkciós költségvetés, ez nem tud ugyanannyi lenni mondjuk most, mint ami x évvel ezelőtt volt. Ez az első fontos része a történetnek, a másik része az, hogy ha kicsit konkrétumokat is mondjak, ténylegesen hallottam olyanokat, de nem tudom, hogy honnan jöntnek ilyen információk, ez az én számot soha nem hagyta el ilyen, ami furcsa is lenne, hogy Tokai Peti 1 millió forint alatt nem dolgozik. Na most kezdjük azzal, hogy ez nem tudom, mert ez elég tág, és ez nincsen konkretizálva, hogy ez most mit jelent, hogy rendezőként nem dolgozom egy ilyen összeg alatt, bármilyen projektről is van szó, vagy akár mondjuk teljes produkciót nem vállalok fel ennyi pénzért. Tehát bármelyiket is nézzük, mind a kettő, ahogy mondtam a legelején ennek a videónak, projektfüggő. Ténylegesen projektfüggő. Ha tetszik, ha nem, nem ugyanannyiért fogsz rendezni, és hogyha párhuzamot állítok, akkor teljes produkciós költségvetést sem ugyanannyiért fogsz prezentálni, egy nem tudom, szereplő nélküli stúdiós videoklip forgatásnál, ahol mondjuk csak a zenekar szerepel saját ruhában, tételezzük fel, mint mondjuk egy éjszakai, közterületes forgatásos, irgalmatlan kellékmennyiséggel és színészek halmazával rendelkező mondjuk reklámfilmnél. Tehát csak kimondva is, van különbség a kettő között. Én mind a kettőt szeretem, én mind a kettőt csinálom, mert elsősorban az én munkakörömbe, az én stílusomba tartoznak reklámfilmek teljes körű gyártása, videoklippek, imagefilmek, ritkábban animációk és rendezvényfilmek, esküvői videókkal és pornóban nem foglalkozom. Mind a kettő nagyon szép, de nem az én asztalom, egyik sem érdekel. Máshogy áll össze
a történet, máshogy áll össze a költségvetés. Illetve nagyon sok esetben egy videóklip tartalmaz zenekari felvételeket, legyen az playback, ha mondjuk egy popról van szó, rapről, rockról, bármi, zenekarok, zenélnek, dobolnak, gitároznak, stb. De ezen kívül van, vagyis nagy valószínűség, ha van sztorid, akkor azért ott fogsz valamennyit, mondjuk egy másfél-két perces sztorizgatni, ez általában bele is fér egy napba, de nem fogsz kitalálni ordinári nagy jelenetlistákat. Ha egy reklámfilmet csinálsz, ami igaz, hogy kb. 20-25-30 másodpercben megáll, mint végtermék. Ettől függetlenül a reklámfilmnél minden kockára figyelsz. Minden snit olyan szinten következik egymásból, hogy az fontos információkat tartalmazzon, de sztori szempontjából követhető legyen, ha most ilyen dramaturgiailag felépített konzekvens történetben gondolkozom. Itt lehetne akár mondjuk egy olyan fajta image reklámfilm, ami igazából szándékosan különböző helyszínek, különböző érzéseket adó snittek halmazáról szól. 15 snit, 15 különböző helyszínen, 15 különböző szereplővel, 15 különböző kellékhalmazzal. Akkor ez nagy valószínűséggel jó sok forgatási napot fog igénybe venni. De az a lényeg, hogy lehet, hogy még egy ilyen egyszerűbb videoklipet 3-4 nap alatt előkészítesz, és a helyszínt is megtalálod tök könnyen, az utómunkáját meg mondjuk egy hét alatt el tudod készíteni, összadban mondjuk egy 10-12 napról van szó, addig konkrétan nem egy olyan reklámfilmem volt és van, és ez egy normális tendencia, hogy lehet, hogy egy kötőjel 2 hónap lesz az előkészítése. Mindenre nagyon precízen figyelsz. Helyszínek megtalálása, szereplő castingoltatása, még egy körös castingoltatása, megfelelő a ruha, a haj, a kameramozgás, a kameramozgató, minden apróságra figyelsz, és utána pedig ugye a forgatáson is sokkal aprólékosabban, körültekintőbben állsz neki a történetnek, és utána az utómunka alatt lehet, hogy itt egy 5-öt, 6-ot, 7-ed olyan hosszúságú végtermékről van szó, mégis lehet, hogy 5-6-7-8 fajta vágatot csinálsz, mert az ügyfél látni szeretné, mert vannak egyéb plánaid, lehet, hogy a sztori más snitrendszerrel, snithalmazzal, vagy csak egy adott snitten belül egy más gesztussal tök máshogy fog lecsapódni, próbálgatsz, vagy saját magad, vagy kérésre. De például mondhatnék egy jóval egyszerűbb példát, mondjuk egy rendezvényfilm. Nagy valószínűséggel semmi előkészület nem szükségeltetik hozzá, az ügyféltől megkapod, hogy hol lesz a lokáció, mi a tartalom, ha van valami menetrend, program, hogy mondjuk most nem tudom, itt egy előadó fellép, ott lesz pezsgőbontás, ott lesz az ügyvezetőnek egy nyitóbeszéd, és neked ezeket kell rögzíteni, akkor ezt jóval kevesebb stábtaggal, kisebb előkészületi munkákkal kész, konkrét eseményrögzítést hajtasz végre, és egy szép végredményt összepakolsz. Na most itt, amiért elmondtam ezt a 3 példát, az konkrétan az, hogy a saját díjazásod is hogy alakul, az pedig a munkára fordított idő. Tehát nem kérhetsz ugyanannyi pénzt, és nem is kereshetsz ugyanannyi pénzt, mondjuk egy olyan munkáért, aminek az előkészülete egy 5 nap, és 5 napot vett el az életedből, míg mondjuk egy másik munka pedig 2 hónap. Neked élni kell ez alatt az idő alatt. És ilyenkor az ember véleményem szerint, és ez kb. Az egész konklúziója, az egész lényeg ennek a videónak is, lehet, hogy sok információt nem adtam, de bízom benne, hogy azért vannak olyan fiatalabbak, akik kicsit így jobban be fogják tudni árazni saját magukat, ugye az? Először is milyen szinten tartod magad a munkádban, operatőr rendező az, aki. Tehát, hogy mi az az összeg, amivel te nem akarsz menni, egyszerű projekteknél sem, mert a te tudásod, a te referenciád, a te tapasztalatod, a te neved azért annyit. Ez egy alapösszeg. És akkor megnézed azt, hogy te mennyi időt szánsz arra a projektre. Ez ami nagyon fontos. Hogyha mondjuk egy fél hónapod megy rá, akkor nézd meg azt, hogy te fél hónap alatt milyen összegből jössz ki. Tudod a saját kiadásaidat. Mennyire lesz neked az fontos referencia? Vagy hogyha 2 hónap alatt jössz ki, akkor neked 2 hónapnyi kiadásaidat biztos, hogy fedeznie kell, ha csak ezzel az egy munkával foglalkozol, ez nagyon fontos. Lehet párhuzamba tudsz még 6 másik munkával foglalkozni, akkor szépen leosztod a te kiadásaidat egyenes arányosan a munkákra. Én azt mondom, hogy ez nem könnyű, nem mindig könnyű, de bizonyos tapasztalat után már ez fog menni. Megvan ezeknek a munkáknak az értéke. Megvan a belefektetett időnek és energiának az összege. Lehet ezeket összegesíteni, csak ez az kell, hogy egy csomó opciót lepakolj az asztalra, egy csomó tapasztalatod legyen, hogy akkor egy ilyen munka az ennyi időt fog elvenni, nekem így fogja megérni, és akkor azt a fajta szisztematikát, azt a fajta költség időfordított
kombinációt fogod átpakolni majd későbbi munkáiba. Ez tényleg azt kell, kipróbálj ilyet, dolgozzál olyanban, meg amolyanban, és akkor összeadva, ezeket egymás, nem is összeadva, ezeket egymás mellé pakolva, látni fogod, hogy tényleg mi lesz az a szint, amit te tudsz ezeken a munkákon keresni, de tudod, hogy az ügyfélnek is megéri, mert ugye hosszú távon gondolkozunk a szakmában, az a cél, nem pedig az, hogy egy munkával degeszre keresse magát az ember, hisz hogyha valaki filmezik, akkor véleményem szerint hosszú távon szeretne filmezni. De ez csak az én véleményem. Biztos lesznek olyan projektek, olyan vállalások, főleg aki a pályájának az elején tart, hogy alulvállalja magát, hogy mikor csinál jutókalkulációt, és ténylegesen figyelembe veszi a munkára fordított idejét, akkor mínuszba fog kijönni. Elsősorban a hibát, ha lehet ezt hibának mondani, magatokban keressétek, hisz ti adjátok le a költségvetést, illetve ha a munkát ti végzitek el, akkor a ti tempótokról van szó, tehát nem ügyfeleket kell hibáztatni. Akkor is, hogyha mondjuk tegyük fel, ti úgy gondoljátok, hogy az első vágat például, ez tökéletes, miért nem fogadja el az ügyfél, miért kell utána még 3 napot a munka felett ülnöm, és már akkor átment mínuszba, ezzel kalkulálni kell. Ez egy szubjektív művészi iparág, hiába te vagy az alkotó, ez nem azt jelenti, hogy az, aki fizet, az minden egyes kockáját szereti a munkádnak. Ezzel együtt kell élni, és el kell fogadni. Viszont igen, nekem is megvan az áram, és ezek különböző árkategóriákkal lehet ezt így mondani. Ez nem titok, de ezt mindenki csinálja az országban. Nem fog ugyanannyiért egy hét lezongorázása alatt megvalósítandó például. Videoklippet elkészíteni nem fogja ugyanazt az összeget elkérni mondjuk egy másfél-két hónapig tartó reklámfilmért, vagy mondjuk egy órás előkészületet igénylő, egy forgatási napos, 3 napos utómunkával rendelkező rendezvényfilmért. Harmad akkora stábbal, ötöd akkora stábbal például. Mindenki magának alakítsa ki számára megfelelő költségeket, de az legyen reális, és az, hogy mi reális, azt szerintem részben az idő, részben saját tapasztalat mellett ténylegesen a piac diktálja. Vannak online fórumok, Facebookon is, meg mindenhol, ahol én is látok néha olyan fajta álláshirdetéseket, ilyen forgatásokra, ennyi-annyiért lehet drónozni, meg ezt-azt azt csinálni. Hát vannak olyan díjazások, hogy fülem farkam ketté jár is általában, nem azért, mert ő reálisan magas az összeg, hanem azért, mert nagyon alacsony. És tudom, hogy ha az ember munkahiányban szenved, akkor mindent el fog vállalni. De utána hogy akarsz hosszú távon a piacon megmaradni, hogyha most elvállalsz egy munkát nagyon olcsóban? Utána viszont bejön több munkád, és hirtelen reális áron szeretnél dolgozni, akár ugyanannak az ügyfélnek. Nem fogja elfogadni a költségvetésedet, hisz mondjuk 2 hónap leforgása alatt, hogy emelhették 25%-ot a vállalási áradból. Aztán magyarázd már meg neki, hogy csokolom, akkor éppen nem volt tejre kenyerre, azért kevesebbért elvállaltam, most meg többért. Én tudom, hogy a kényszer az nagy úr, hogy sokszor kénytelenek vagyunk bevállalni ilyen dolgokat, akkor viszont ha az ember bevállalja, vállalja a rizikót, hogy utána nem tud nagy valószínűséggel irgalmatlan rohantempóban reális áron dolgozni, hanem lassabban fog tudni az iszonyat low budget költségéből felfele lépkedni. Lehet, hogy sokkal több idő lesz, mire eljutsz oda, de reális áron, valóságban ténylegesen tudják keresni a projekteken, mert egyszerűen alul pozícionáltad magad. Azért, mert kénytelen voltál, mert nem volt annyi munkád, vagy azért, mert rosszul lőtted meg magad tapasztalatból, saját bődön kell, hogy ezeket megtapasztald, és előbb-utóbb el kell jutnod oda, hogyha az ember hosszú távon csinálja ezt a dolgot, és annyi energiát befektet, hogy kvázi főállássá avanzsálódik a filmezés, és nem tudsz mással foglalkozni mellette, ha tetszik, hanem keresni kell belőle, hisz ebből élsz, vagy ebből szeretnél élni. Tehát egy szó mint 100, nem csak 1 millió forint felett rendezek, és nem titok, mert miért lenne titok, nagyon sokszor teljes produkciós költségvetésünk ez alatt az összeg alatt van, mindenki költségét összeadva. Nagyon sokszor. De efelett is. Mondom, projektfüggő. Mindennek legyen reális ára. Pont. Amellett, hogy imádjuk a szakmánkat, imádjuk ezt a hobbit, imádjuk ezt az elfoglaltságot, ezt a művészeti tevékenységet, ha tényleg ebből akarsz megélni, vagy már ebből élsz, akkor sajnos vagy nem sajnos az anyagi része is számít a történetnek, és ha hiszitek, hanem én ezt utálom. Tehát nekem a filmiparban legkevésbé fülik a fogam ahhoz, amikor pénzezni kell. Az, amikor ki kell egy költségvetését számolni anyagnak. Mert engem nem az érdekel, engem a művészeti része érdekel, de közben tudom, nem vagyok hülye gyerek, remélem, hogy pénzből élünk. És ezért, ha tetszik, ha nem, el kell kérni mindennek a reális árát, mert különben nagyon hamar csődbe mész, vagy éhen fogsz halni. Azt már nem akarja senki. Hisz alkotni, kreálni akarsz. Annak pedig egy mozgató rugója, az anyagi háttér.
meg ahogy azt, hogy megfelelő emberekkel tudjál dolgozni. Az is pénzbe kerül. A jó emberek drágábbak. Ezeket meg kell mind fizetni. Úgyhogy ennyi voltam. Következő epizódban pöppet talán érdekesebb témával jelentkezem. Szerintem az az újfent forgatás lesz, csak egy érdekes forgatásunkról. Úgyhogy szevasztok, így lassan nyár vége fele. Ciao. Kedves nézőink, a sorozatot jövő vasárnap folytatjuk.